A napirendi pontok megtárgyalása előtt köszöntötték Molnár Dobrai Csengét, aki április 13-án a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének 23. országos találkozóján a Környezetvédelmiért díjátadó gálán ifjúsági kategória díjat vett át. Dr. Szalai Anna Mária gyógyszerész május 11-én a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaság centenáriumi ünnepségén a gyakorló gyógyszerészi tevékenységet népszerűsítő kiemelkedő munkássága elismeréseként Kempler Kurt emlékérem kitüntetésben részesült. Molnár László tűzoltó ezredes, a karcagi katasztrófa védelmi kirendeltség vezetője. Május 10-én a Jászhegykun Szolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság Szent Flórián napi ünnepségén Karcagváros közbiztonságáért díjat vett át. Dr. Zsembeli József, a karcagi Kátai Gábor Kórház nyugalmazott főigazgatója, május 10-én a Magyar Kórház Szövetség 36. kongresszusán a több mint 5 évtizedes gyógyító munkája és 24 éves kórház igazgatói tevékenysége elismeréseként Scholz Kornél díj kitüntetésben részesült. Az április 24 és 26 között megrendezett 17. Szakmasztár Fesztiválon lezajlott szakma kiváló tanuló versenyén festőmázoló tapétázó szakmában a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum szakképzőiskola és kollégium képviseletében Hérmán József első, Kardos Krisztián második, Kis Zoltán ötödik helyezést ért el. A diákokat Kovács Sándor és Gyarmati István szakoktatók készítették fel. A május 16-a és 17-e között megrendezett 34. Dr. Szabó Gusztáv országos mezőgazdasági gépész szakmai csapatversenyen a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium Technikum és Kollégium csapata harmadik helyezést ért el. A csapat tagjait Kalita Milánt, Szűcs Rolandot és Wagner Norbert Ottót Futó Lajos szakoktató készítette fel. A képviselő testület egyhangulag elfogadta a 2023. évi költségvetés zárszámadási rendeletét, valamint a maradványának felhasználásáról szóló rendelettervezetet. Az egyes vagyonelemekben bekövetkezett változások miatt módosításra és aktualizálásra került az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet. Lezajlott az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzése. Az erről készült összefoglaló jelentés megállapította, hogy a vizsgált intézmények és gazdasági társaságok szabályozott keretek között a jogszabályi előírásoknak megfelelően működnek. Elfogadásra került a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló. Szükségessé vált a Karcagi Erőforrás Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítása a kezelendő ingatlanokban bekövetkezett változások miatt. A képviselőtestület egyhangulag támogatja a Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett az ismeretterjesztés és környezetkultúra kollégiuma nyílt pályázati felhívásán való részvételt, melynek sikeressége esetén a Magyar-Török Kulturális Évad rendezvénysorozat részeként egy konferencia kerülne megrendezésre Karcagon. Az Agrárminisztérium által meghirdetett Hungarikum pályázaton való részvételi javaslat is elfogadásra került, mellyel a Karcagi Birkafűző Fesztivál kísérő programjai valósulhatnak meg. Módosításra került a Zádorhíd közelében elhelyezkedő termőföldek haszonbérbeadásáról szóló határozat. A Karcag belterület 2932/5. 2932/4 és 2932/3 helyrajzi számú közpark művelési ágú ingatlanok hivatalosan is megkapták az Erzsébetliget elnevezést. Jóváhagyásra került az iskola védőnői körzetek meghatározására tett javaslat. A képviselőtestület legközelebb munkaterv szerint június 27-én csütörtökön 15 órai kezdettel tart ülést.